új defibrillátorok Nyíregyházán a Rotary Klub Nyírség segítségével. Színházi előadással köszöntötték a szociális szféra dolgozóit. Osztrák-magyar kapcsolat, ünnepi fogadás az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A Rotary Klub Nyírség idén nyáron alakult, első kezdeményezésük a jótékonysági kacsaúsztatás pedig olyan rendkívüli sikerrel zárult, hogy a befolyt összegből két kültéri defibrillátort vásároltak, melyet kedd délelőtt ünnepélyes keretek között adtak át a város részére. Az életmentő készülékek sóstúra kerülnek majd, az Egyesület pedig a támogatók segítségével egy kis filmet is készített, hogy még szélesebb körben ismertessék a defibrillátorok használatának módját, ezzel kapcsolatban pedig egy rekordkísérletre is készülnek. Sajtóreggeliben egybekötött adományátadán szervezett a Rotary Klub Nyírség kedd délelőtt a Sóstúi Hungest Hotelben. Az eseményen Kovács Krisztián, az Egyesület elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, és kiemelte, munkájuk a közösség szolgálatában és a társadalmi felelősségvállalás jegyében működik. Első kezdeményezésük a jótékonysági kacsaúsztatás rendkívüli sikerrel zárult. A befolyt összegből két életmentő kültéri defibrillátort vásároltak, és a támogatók segítségével egy kis filmet is készítettek, hogy még szélesebb körben ismertessék a készülékek használatának módját. Erről már a klub alapítója, Pták István beszélt. Azt tudjuk, és sajnos a valós társadalmi helyzet azt hozza, hogy egyre több spontán szívleállás van. Ezek a szívleállások pedig most már minden korosztályt érintenek, az általános iskolától egészen a nyugdíjas korosztályig bárkinél előfordulhat ez a váratlan szívleállás. Úgy gondoltuk, hogy a lehető legjobb hely akkor Sóston lesz a készülék elhelyezésére vonatkozóan. Ezt követően pedig további gondolatok szövődtek a fejünkben a klubon belül, arra vonatkozóan, hogy meg kellene mutatnunk és társadalomban el kellene terjesztenünk a defibrillátorok használatát. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy inkább félelem van a készülék használatára vonatkozólag, mint sem bátorság, hogy használják, ha éppen arra szükség van. Ezért úgy gondoltuk, hogy elkészítünk egy élethű kisfilmet, egy 4 perces kisfilmet, ami bemutatja az életmentés folyamatát, illetve azt, hogy egy defibrillátort hogyan kell könnyen egyszerűen használni. A Rotary Klub Nyírség az eseményen ünnepélyes keretek között adta át a defibrillátorokat a város számára. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a helyszínen hangsúlyozta, a városvezetés számára elsődleges, hogy óvják és védjék a nyíregyháziak egészségét, ezért is partnerek többek között az ingyenes szűrővizsgálatok szervezésében újítottak fel orvosi rendelőket, és ezt a célt szolgálja a már 11. éve működő Mozdulj Nyíregyháza is, a számtalan sportesemény mellett. 2012 végén pedig elindult egy olyan program, melynek keretében a városvezetés Nyíregyháza legforgalmasabb pontjaira defibrillátorokat helyezett ki. Az eltelt évek alatt ezek száma 45 lett, a Rotary Klub Nyírség adományával pedig 47-re nőtt. Dr. Kovács Ferenc arról is beszélt, külön öröm az önkormányzat számára, hogy ebbe a programba is számos cég, iskola és civil szervezet kapcsolódott be. Örömmel mondhatom, hogy az önkormányzatnak kiváló kapcsolata van a civil szférával, és ezen belül a Rotary-val is. Ugye most a Rotary Klub Nyírség július 1-ével alakult meg, de hát olyan régi aktív rotarisok vannak, akikkel az elmúlt években is sokszor találkoztam én is, és két defibrillátor lett a bújtosi tavi kacsaúsztatás bevétele, ami szintén egy nagyon nagy dolog. Egyet terveztek, és kettőt sikerült venni, és ezt ide Sóstóra helyezzük, úgy, hogy most már lefedje az egész Sóstót. Ugye itt Sóston nagyon sok ember megfordul, nagyon sok nyíregyházi nyári időszakban, de most már hál' Istennek csak nyáron, és nagyon sok turista, tehát indokolt az, hogy itt legyen 4 defibrillátor, mert a belvárosban is volt eset, hogy valakinek ezen múlt az élete, és hát nagyon örülök ennek a filmnek is, amit elkészítettek, mert népszerűsíteni kell ennek a defibrillátornak a fontosságát, használatát. Tegye szabaddá a beteg mellkasát, fogja meg az elektródokat, tépje fel a csomagolást, és vegye ki az elektródokat. Igen, ilyen egyszerű, csak tedd, amit mond a gép. Vegye le a védőfóliát az egyik elektródról, és az ábrának megfelelően helyezze fel.
ne érjen a beteghez. Ritmusanalízis következik. Nyomja meg a piros sok gombot. Sok leadva. Kezdje meg az újraélesztést. A Rotary Klub nyírség és támogatói által készített kisfilmet a keddi esemény résztvevői is megtekinthették, amelyhez készültek NFC csippet tartalmazó eszközök is, amiket eljuttatnak a helyi és környékbeli iskolákba, közintézményekbe, sőt további társadalmi szervezetekhez is. Az újszerű oktatási kezdeményezés nem csak a helyi diákokat célozza meg, hanem egy rekordkísérlet keretében hívja fel a figyelmet az újraélesztés ismeretének fontosságára, erről már Dickóné Untener Mónika, a klub ifjúsági felelőse beszélt. Elmondta, a cél, hogy a kísérlet napján, azaz november 15-én 10 és 12 óra között az NFC csippet tartalmazó eszközöket országszerte számos oktatási intézményben egy adott időben aktiválják, és a diákokat arra bíztatják, hogy töltsék le a filmet, így egy adott időkereten belül kerülhet sor a rekordkísérlet dokumentálására is. A sajtótájékoztatón pedig az Egyesület arra is kitért, milyen programokkal készülnek még az idei évben. November 13-án már rögtön a Zay Anna szakközépiskolában rendeznek meg egy mese- és prózamondó versenyt, amelynek a Rotary Klub nyírség a támogatója. November 25-én pedig az interaktos diákjainkkal ellátogatunk a Szivárvány idősek otthonába, ahol egy ilyen Adi életéről fogunk megismertetni az ott élőkkel, és nyilván versekkel fogjuk majd gyakorlatilag egy kicsit színesebbé tenni az ott élők mindennapjait. Úgyhogy készülünk utána egy Mikulásra, amelyet már ugye majd december 5-én szeretnénk megrendezni fogyatékkal gyerekek részére a művelődési központban, és hát utána pedig egy adventi programsorozatot szeretnénk majd megvalósítani Sóstón, itt a Kruti Viadó előtti téren, ez pedig 3 alkalommal decemberben, 3-án, 13-án és 20-án. Kovács Krisztián, a Rotary Klub nyírség elnöke azt is elmondta, januárban egy jótékonysági sakkverseny szervezése is tervben van, valamint a jövő évi programokat is tervezik. Elhangzott, az új klub elsődleges céljai közé tartozik a helyi oktatása, fogyatékkal élők és egészségügy támogatása, a környezetvédelem elősegítése, valamint a közösségi programok és események szervezése, amelyek erősítik a közösségi összetartást és segítik a rászorulókat. Ennek fényében folytatják munkájukat. A Szociális Munkanapja alkalmából ünnepi színházi előadással köszöntötték Nyíregyháza szociális szakembereit, elismerve értékes és áldozatos munkájukat. A Móri Zsigmond Színházban dr. Kovács Ferenc polgármester és Lengyelné Pogácsás Mária, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője mondtak köszöntőt. Méltatták a szociális területen dolgozók munkájának fontosságát, és kiemelték elhivatottságukat, kitartásukat, amellyel minden nap segítik a rászorulókat. A Szociális Munkanapja alkalmából a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ színházi előadással köszönte meg a szociális segítők áldozatos munkáját a Móricz Zsigmond Színházban. Lengyelné Pogácsás Mária, az intézmény vezetője köszöntőjében hangsúlyozta. A szociális munkások nap mint nap nehéz és kihívásokkal teli helyzetekkel szembesülnek, amelyek megoldása rendkívüli türelmet, empátiát és szakmai felkészültséget követel. Hozzátette, a szociális segítők teljes személyiségüket beleadják a munkájukba, számukra pedig a legnagyobb sikerélményt a támogatottaktól érkező visszajelzések jelentik. A szociális segítők a hétköznapok láthatatlan hősei. Láthatatlanok, mert olyan tevékenységet folytatunk, olyan problémákkal dolgozunk, emberekkel dolgozunk, amit nem tudunk és nem is akarunk a kirakatba tenni. De nagyon fontos, hogy az ő munkájukról megemlékezzünk. Egyébként minden évben az intézmények egy belső ünnepséget tartanak, ez az első alkalom, hogy így közösen a Nyíregyháza területén működő város fenntartásában működő szociális intézményeknek egy kulturális eseményt tudunk biztosítani a köszöntők mellett. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ meghívására dr. Kovács Ferenc polgármester is részt vett az eseményen, aki beszédében kiemelte a szociális munkások felbecsülhetetlen értékét, akik minden nap azon dolgoznak, hogy segítsenek a nehéz helyzetben lévő családoknak és gyerekeknek. Elismeréssel szólt a szakemberek hivatástudatáról és az általuk nyújtott támogatás jelentőségéről. Azt szokták mondani, hogy színház az egész világ, most ezt az egész világot szeretnénk ezen a napon önöknek odaadni, akik
akik nélkül építettünk mi bármilyen szociális védőhálót, lehettek bármilyen jó beruházásaik, akár az idősellátás, fiatalok, családok támogatása terén, az önmagában nem elég fontos, hát ezt önök tudják a legjobban, de a legfontosabb az önök munkája. A köszöntő beszédeket követően a közönség a nagy sikerű Ankónai Szerelmesek című előadást tekinthette meg. Az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából dr. Barabás László tiszteletbeli konzul hétfőn fogadást rendezett a Városházán, amelyen részt vett az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének követségi tanácsosa és konzulja is. Az esemény célja az volt, hogy a nyíregyházi közösség közelebb kerüljön az osztrák nemzeti ünnep jelentőségéhez, és erősítse a történelmi múltra visszatekintő osztrák-magyar kapcsolatokat. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjai Schmidt-Lotti Ilona és Barkóczi Laura zenei előadásával kezdődött az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hétfői városházi fogadás. A II. Világháború lezárása után 10 évvel Ausztria visszanyerte teljes szuverenitását. Ennek emlékére tartottak ünnepséget hétfőn a Városháza Krúdi termében. Nyíregyházán működik egy osztrák tiszteletbeli főkonzulátus, amelyet dr. Barabás László vezet, a Bessenyei György tanárképző egykori német tanszékének vezetője. A képviselet a magyar-osztrák partnerség ápolása mellett a helyi osztrák állampolgárok hivatalos ügyeinek intézésében is segítséget nyújt. Magyarország és Ausztria kapcsolata a közös történelmen és földrajzi szomszédságon alapul, amelyeken belül kiemelt szerepet kap a turizmus és a diplomácia. Van Budapesten osztrák nagykövetség, az ő munkájukat segítik vidéken a konzuli képviseletek, ebből összesen 6 van Magyarországon, 4 a Dunától nyugatra, és 2 a Dunától keletre, Szegeden van még egy, és Nyíregyházán, úgyhogy Nyíregyházának egy kiemelt szerepe van, és hát a konzuli körzet, ami az én befolyási vezetem lehet így maga, ez 3 megye, a Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar. Tehát az, hogy itt a közepén, Nyíregyházán van ennek a helye, ez inkább praktikus megfontolásokból van. Tehát persze köszönet illeti a Városházát, hogy befogadja ezt az irodát, és az infrastruktúrát biztosítja. De hát valóban az osztrák elsősorban egyre inkább a gazdasági kapcsolatok és a felső oktatási kapcsolatok segítése áll a középpontban. Az eseményen részt vett Robert Zereinig, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének követségi tanácsosa és konzulja, aki már többször ellátogatott a szabolcsi vármegye székhelyre. Köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy kiemelt fontosságúnak tartja Nyíregyháza és Ausztria együttműködését mind oktatási, mind gazdasági területen. Hagymási Gyula, a polgármesteri kabinet vezetője az esemény előtt részletezte, hogy Nyíregyháza megyei jogú város több közös projektben vesz részt Ausztriával. 2021-ben dr. Kovács Ferenc polgármester Szentpölten városában tett látogatást, ahol turisztikai és zenei együttműködési lehetőségekről tárgyaltak, valamint a helyi egyetem képviselőivel egyeztettek. Ennek eredményeként 2022. novemberében a Szentpölteni Egyetem delegációja látogatott el Nyíregyházára, hogy lehetséges kutatási és oktatási csereprogramokat vitassanak meg. Legutóbb 2024. szeptemberében Szentpölten városi tanácsnoka is részt vett Nyíregyházán a Tirpák Fesztiválon. Nemzetközi projektekben is számos együttműködésünk van Ausztriában. Kettőt emelnék ki, az egyik a Bécsi Műszaki Egyetemmel történő együttműködésünk, amely egy közlekedésbarát, gyalogos barát szoft projektet fejleszt, amely jelenleg is fut egyébként, a másik pedig a Krems városával, illetve a Kremszi Egyetemmel. Krems kb. Egy 50-60 kilométerre helyezkedik el Szentpöltentől, velük pedig egy olyan városfejlesztési program kerül kialakításra, amely mondjuk úgy, hogy taktikai, tehát nem sok pénzbe kerül, de mégis hatékony beavatkozást jelent a városokban.
Ezeket a projekteket kb. 6-8 partner szervezettel valósítjuk meg, és közvetlen brüsszeli forrásokkal, támogatásokkal valósulnak meg ezek a projektek. A polgármesteri kabinet vezetője kiemelte, hogy Nyíregyházán egy jelentős, több mint 900 hektáros ipari park fejlesztése zajlik. Nagy öröm a városvezetés számára, hogy az osztrák székhelyű MCE vállalat nyíregyházi leányvállalata is a nyíregyházi ipari parkban alakítja ki az új telephelyét. Az acélipar egyik meghatározó szereplőjeként a vállalat 2025-ben indítja el zöld beruházását, mely akár 100 új munkahelyet is teremthet majd. Verebes György alkotásaiból nyílt kiállítása a Pál Gyula teremben és a Városi Galéria kiállító termeiben. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Útszűkülettel, sebességkorlátozással szembesülhetnek azok az autósok, akik a Kígyó utcán közlekednek. Az Ópusztítás végezít hálózatbővítést, és a munkaterület kijelölése forgalomkorlátozással is jár, ez érinti a gyalogos és a kerékpáros forgalmat is. Egy lángokban álló családi házhoz riasztották hétfő délután a tűzoltókat. A szomszédok észlelték, hogy ég a ház tetőszerkezete. A tűzoltók nagy erőkkel 4 kocsival érkeztek a helyszínre, és több órán keresztül oltották a tüzet. A házban ember nem tartózkodott, azonban 2 macskát kimenekítettek a lánglovagok. A tűzokát a katasztrófa védelem vizsgálja. A város több pontján is cserélték a távközlési fedlapokat, ahol a munka bontással is járt, a járda szakaszt is felújították. A kivitelező alkalmazottai kedden a Hunyadi utcán dolgoztak. Már a 4-es főúton is jelzik a gépjárművezetőknek, hogy a nyugati elkerülő, azaz a 338-as főút autópálya fel- és lehajtóját lezárták. Ez azért fontos információ, mert ha Budapest felé felhajtunk a pályára, és a nyugati elkerülőnél kívánunk lehajtani, ezt a felújítás ideje alatt nem tehetjük meg. Csak a városon keresztül lehet eljutni a kívánt célpontra. Aki ezt eltéveszti, annak a hajdunánási fel- és lehajtóig kell a pályán közlekednie. Verebes György alkotásaiból nyílt kiállítása a Pál Gyula teremben és a Városi Galéria kiállító termeiben. A művész 3 alkotói ciklusába engedt bepillantást és 20 év munkáiból válogatott. Verebes Györgyről azt tartják igazi polihisztor, akinek a munkáját számos rangos elismerés fémjelzi. Az elmúlt években Munkácsi díjjal jutalmazták, tavaly pedig Magyarország érdemes művésze lett. Kéz, amely alkot, teremt, gesztikulál, imádkozik. A kéz az emberi válás egyik legfontosabb eszköze. Talán ez tűnik fel először, miközben Verebes György nyíregyházi kiállítását megtekintjük. A művésztől aztán megtudjuk, hogy 3 különböző ciklus legjobb alkotásait hozta el a Szabolcsi megyeszékhelyre. Az anyag hatalmas, megtölti a Városi Galéria kiállító termeit, és még a Pál Gyula terembe is jutott belőlük. Ezek a terek azért kiválóak, egyébként ebből az alkalomból, mert itt 3 ciklusnak a képei jelennek meg, vagyis hát válogatás 3 összefüggő ciklusból. Az egyik az Alvó Titánok ciklus, amivel 20 éve foglalkozom, a másik a Mudrá ciklus, ami a rituális kéztartásoknak a festményeit jelenti, tehát fogalmazhatnánk egyszerűbben úgy is, hogy a kezeknek a jógáját. És a legújabb ciklus az a Szóma Széma, ami a test, az ön test tudatnak a viselésének a figuratív megjelenítéseit tartalmazza, és miután itt több teremben volt lehetőségem kiállítani, ezért ezeket a témaköröket külön tudtam választani, de mégis egy kiállítás keretein belül szólalnak meg. Úgyhogy ez a megoldás, ez így tökéletes szerintem. Verebes György a vajdasági Zentán született. 1989-ben szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Magát festőművésznek tartja, de pályája során készített könyvillusztrációkat, színházi díszletet, tervezett belső építészeti arculatot. Sőt, közreműködött jazz és világzenét játszó zenekarban, amelynek alapító tagja volt. Tehetsége zongorista, zeneszerző és színházi zenét is szerez. 2017-ben szakmai munkája elismeréseként Munkácsi Mihály díjat kapott,
2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjai közé választotta. 2023-ban Magyarország érdemes művészedíjjal tüntették ki. A nyíregyházi kiállítását Jánosi Zoltán irodalomtörténész méltatta, aki azt mondta, Verebes György igazi polihisztor. Az egyik utolsó polihisztor, vagy az utolsó polihisztorok egyike, bár Magyarországon, illetve a magyar nyelvterületen Kós Károlyt tekintik az utolsó polihisztornak, de hát Verebes György festőművész, zenész, költő, irodalomszervező, kiállításszervező, a szolnoki művésztelepet hozta vissza a sírból, és érte el, hogy 2017-ben magyar örökségdíjat kapott, jazzzenész, zeneszerző, mit mondjunk még? Egy komplex ember, aki kezdeni akart valamit az életével, és teljes energiájával rászánta magát arra, hogy a művészetet alkossa és szolgálja. A kiállítást megtisztelte jelenlétével Szolnok országgyűlési képviselője is. Kálai Mária akkor kötött barátságot a művésszel, amikor a politikus még Szolnok alpolgármestereként dolgozott. Büszke arra, hogy a művész szorosan kötődik a szolnoki művészeti élethez. A szolnoki művészterep művészeti vezetője évtizedek óta egyrészt, másrészt pedig annyira fantasztikus az, hogy akár a szolnoki képzőművészeti társaság megalakítójaként, akár ma már a Magyar Festészet Napi Alapítvány kuratóriumi elnökeként egy olyan művészet szervezői, egy olyan közösség szervezői képessége is megáldotta a teremtő, ami azt gondolom, hogy egy óriási kincs. Verebes György tárlatát múlt pénteken ünnepélyes keretek között nyitották meg, 2 szombatig 9 és 17 óra között látogatható, és december 7-ig várja a nagy közönséget. Ismét megrendezték Nyíregyházán az óvodások játékos sportfesztiválját. A város különböző óvodái vettek részt az eseményen, a cél pedig a mozgás népszerűsítése volt. Minden gyerek aranyérmet kapott a verseny végén. Évek óta rendszeresen megrendezik az óvodások játékos sportfesztiválját. Több, ma már válogatottságig jutó sportoló kezdte itt pályafutását. Egykoron Bakosi Péter vagy éppen Helebrant Máté is indult a versenyen. Ezúttal 100 gyerek mérte össze tudását a Continental Arénában. Most már több évre visszanyúlóan rendezzük ezt a kis délelőttöt a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos felhívni a gyerekek, szülők és az óvodapedagógusok figyelmét arra, hogy a sportnak mekkora jelentősége van a mindenkinek az életébe, és ez valamilyen fajta rávezetés arra, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum akár 14 sportágba is várja ezeket a gyerekeket majd, ha egy kicsit eljön majd az idejük, és iskolában. Számos feladat várt a kicsikre, akik a város különböző óvodáiból érkeztek, plusz motivációt jelentett számukra, hogy a használt eszközöket a verseny végén hazavihették óvodáikba. 3 ajándék, amit kapnak, a dömper, a motor és a talicska, ezzel slalomozni fognak, aztán roller verseny lesz számukra, lufi vadászat lesz, karikában futás, és hát nagyon élvezik a gyerekek, olyan jó a végén látni azt, amikor teljesen eldőlnek, kipirulnak, és úgy mennek ebédelni. Nyíregyháza önkormányzata évek óta támogatja a szabadidős rendezvényeket, fontosnak tartják, hogy a kicsik rendszeresen mozogjanak, most pedig a sportcsarnokban versenyezhettek, amit nagyon élveztek. Ez mindenképpen motiválja a kicsiket. Maga az, hogy ide tudnak eljönni, itt egy nagy megmérettetésben van részük, kipróbálhatják magukat a különböző területeken, ugye a váltóverseny, a sorverseny, az ügyesség, a gyorsaság területén is, és a legfontosabb, hogy csapatban dolgoznak, tehát elsajátítják a csapatban való munka élményét is, és azután pedig, ahogy hallottam, minden gyermek díjazásban részesül, és hát ez a kettő, hogy olyan helyen sportolnak, ahol nagy bajnokok megmérettették már magukat, és utána még ők is motivációként ajándékot és egy kis elismerést kapnak, azt hiszem, hogy egy nagyon kerek egész napjuk lesz ezáltal. A verseny után minden gyerek ajándékot kapott, egy kis édesség mellett valamennyien aranyéremmel távozhattak. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden.
A Rotary Klub Nyírség idén-nyáron alakult első kezdeményezésük, a jótékonysági kacsaúsztatás pedig olyan rendkívüli sikerrel zárult, hogy a befolyt összegből 2 kültéri defibrillátort vásároltak, melyet kedd délelőtt ünnepélyes keretek között adtak át a város részére. Az életmentő készülékek sóstúra kerülnek majd, az Egyesület pedig a támogatók segítségével egy kis filmet is készített, hogy még szélesebb körben ismertessék a defibrillátorok használatának módját, ezzel kapcsolatban pedig egy rekordkísérletre is készülnek. A Szociális Munkanapja alkalmából ünnepi színházi előadással köszöntötték Nyíregyháza szociális szakembereit, elismerve értékes és áldozatos munkájukat. A Móri Zsigmond Színházban dr. Kovács Ferenc polgármester és Lengyelné Pogácsás Mária, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője mondta köszöntőt. Méltatták a szociális területen dolgozók munkájának fontosságát, és kiemelték elhivatottságukat, kitartásukat, amellyel minden nap segít a rászorulókat. Az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából dr. Barabás László tiszteletbeli konzul hétfőn fogadást rendezett a Városházán, amelyen részt vett az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetségének követségi tanácsosa és konzulja is. Az esemény célja az volt, hogy a nyíregyházi közösség közelebb kerüljön az osztrák nemzeti ünnep jelentőségéhez, és erősítse a történelmi múltra visszatekintő osztrák-magyar kapcsolatokat. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!